Ünnepélyes keretek között vette át megbízó levelét Tiba István Csaba, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője április 24-én a Városháza Bocskai termében. Az átadón elsőként Koláné Markó Judit, a helyi választási iroda vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd Pap Zsolt, a helyi választási bizottság elnöke tájékoztatta a sajtó képviselőit. Elmondta, az április 8-ai szavazáson a megye 6. számú választókerületében a 69.360 választásra jogosult közül 45.493 fő élt szavazati jogával. A végleges számok azonban csak április 14-én alakultak ki, amikor a külföldi szavazatokat, valamint az átjelentkezők szavazatait is összegezték. Ezt követően a helyi választási bizottság elnöke átadta a megbízó levelet a 6. számú egyéni választókerület megválasztott képviselőjének. És elsőként most már hivatalosan hadd gratuláljak ehhez a nagyon fontos feladathoz. Tudom, hogy a választókerületbe tartozó 10 település nagyon figyeli majd a munkáját, számít az ön segítségére, és innentől kezdve a bizalmukat önnek adták. Jó munkát kívánok! Dr. Tiba István beszédében úgy fogalmazott, egy választás a demokrácia ünnepe. Megköszönte, hogy nagy létszámban éltek az emberek választójogukkal, külön kiemelve azokat, akik rászavaztak. Öröm és a büszkeség természetesen, és a köszönet, hiszen nagyon boldog vagyok, hogy immár negyedszer sikerült egyéni körzetben nyernem. Büszke vagyok arra, hogy ezt a Fidesz-KDNP szövetség színeiben tudtam megvalósítani. És hát a köszönet mindenkinek, aki részt vett a választáson, illetve azoknak különösen, akik engem támogattak, megbíztak bennem, és hát a segítőknek meg kiemeltem, mert ők rengeteget dolgoztak azért, hogy én ma itt ezt a mandátumot átvehettem. Tehát ez a siker, ez elsősorban az ő érdemük, és nekem ennek kell megfelelnem, tehát a következő időszakban nekem igazolnom kell, hogy az a munka, amit önzetlenül segítettek, az nem volt hiába való, és büszkék lehetnek majd ők is arra, hogy nekem segítettek. Milyen terveket, célokat fogalmazott meg? Természetesen a választókerületnek a fejlesztése, a fejlődése a legfontosabb, az itt élők problémáinak a segítése, a megoldásának a segítése, ami biztos, hogy minden esetben nem fog sikerülni, hiszen vannak olyan problémák, amihez egy képviselő kevés, de egy dolog biztos, hogy egyetlen egy probléma elől sem fogok elfutni vagy elbújni, hanem minden esetben segítek annak a orvoslásában, és reményeim szerint ez sikerülni is fog.